A felvételen jól látszik, hogy percekig pakolják a hulladékot válogatás nélkül a gyűjtőedények mellé egy furgonból. Jóságos úristen, agyonra megbüntetném, ha tudom, hogy kicsoda az. Mert azért, hogy mondjam, terjed, pedig el lehet vinni, mert el lehetne vinni, de sajnos nem viszik el, hanem ez az olcsóbbik megoldás, és akkor ezzel foglalkoznak. Sajnos, nagyon sajnálom, mert nem tudom megérteni az embernek ezt a gondolkodásmódját, hogy ez hogyan létezik. Itt lakok a környéken, eléggé felháborító, hogy itt szétszórják a szemetet. Mi egyáltalán nem szoktunk ilyet csinálni, ugye ki vannak jelölve, hogy mit hova kell beledobálni, a hulladékokat melyikbe kell belehelyezni, szóval így nem is értem. Föl vagyok háborodva rajta, mert megvan mindennek a helye, ahova tenni kell, meg elviszik, meg szal, kezeli a város, nem tudom, hogy ki miért csinál ilyet, fogalmam sincs. Még az sem zavarja őket, hogy járókelők mennek arra, és hogy látszik a rendszám a gépjárműnek. Az nem baj, hogyha ide hordják a szemetet, csak az a baj, hogyha nem rakják bele a hulladékgyűjtősziget a korongjaiba. Ha mellé rakja, akkor ezzel nekünk okozunk a gondot, mert nekünk kell onnan elhordani, elpakolni. Na most szerencsére az MHS hulladékgyűjtő céggel nagyon jó a kapcsolatunk. Mi szépen egy kupacba lerakjuk, és hétfőn, szerdán és pénteken a kollégák ezt összepakolják és elhordják. Na de hát nem ez a megoldás. Az eset a délutáni órákban történt. Másnap reggel a járatos kollégák elszállították a hulladékot. Természetesen a feljelentés megtörtént, az elkövetők ellen tájékoztatta televíziónkat a szolgáltató. Szerették hulladékgyűjtő edényzet mellé egy furgonból különböző szemeteket, hulladékokat pakoltak ki ismeretlen tettesek. Megtettük a szükséges feljelentést, másnap reggel kollégáink természetesen elszállították a nem odavalló hulladékot. A hulladékudvarokba ezeknek a hulladékoknak a nagy részét ingyenesen elhelyezhették volna azok, akik ezt művelték. A veszélyes hulladék elhelyezésben pedig kollégáik állnak rendelkezésre bárkinek.